Mai videóban az ashwagandhával kapcsolatos fontos tudnivalókról lesz szó, és arról, hogy milyen problémák esetén ajánlott az alkalmazása. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az ashwagandha fő hatóanyagai a vitanolidok, mely vegyületek a természetes szteroidok csoportjába tartoznak. Az indiai gyógyászatban, az ajurvédában a top 5 gyógynövények közé tartozik. Az ashwagandha egy adaptogén növény, ami azt jelenti, hogy képes hozzászoktatni, más szóval adaptálni a szervezetünket a negatív károsító hatásokhoz, például az ashwagandha esetén a stresszhez. Tehát nincsenek konkrét kiemelt hatásai a növénynek, hanem sokkal inkább a szervezetünkben zajló folyamatok kiegyensúlyozásában segíthet. Az ashwagandha egyik legfőbb adaptogén hatása tehát a stresszhez való alkalmazkodás, illetve a stressz ellensúlyozása a szervezetünkben, tehát potenciálisan kortizol csökkentésben és növelésben is tudja segíteni a szervezetünket. Mivel a stressz nagyon sok belső folyamattal függ össze, ezért az ashwagandhával elsősorban közvetett módon a kortizol hormonra való hatásán keresztül érhetünk el vele javulást a fizikai állapotunkban. A szorongás gyökere a rengeteg stressz, illetve a túlzott leterheltség, például a túl sok munka, vagy a teljesítménykényszer. Az ashwagandhával általában jó eredményeket érnek el a szorongás és a pánik állapotában lévők, de ehhez fontos a diétát is rendbe tenni. A stressz alatt romlik a gyomrunkban az emésztés hatásfoka, ami az ételek nem megfelelő lebontásához vezet, például kevesebb lesz a gyomorsav, megnő a pH értéke, azaz nem lesz már annyira savas, illetve a stressz alatt az is jellemző, hogy ugye nem rágjuk meg jól az ételeket, tehát gyorsan eszünk. Ez az állapot oda vezet, hogy az ételekből nem tudnak hasznosulni az aminosavak, amelyek kellenek a neurotranszmiterek és a hormonok előállításához, például azokhoz, amelyek ugye a kortizolt, azaz a stresszhormont tudják csökkenteni. Tehát sokat segíthet az ashwagandha a szorongás és a pánik mérséklésében, de ehhez a táplálkozásunkra is fontos odafigyelni. Minél több stressznek vagyunk kitéve, annál inkább csökken a tesztoszteron, tehát azáltal, hogy az ashwagandhával kiegyensúlyozható a stresszhormon szintje, a férfiak javítani tudnak a tesztoszteron szintjükön is. Egyébként indiai ginzengnek is nevezik, és a stresszcsökkentő hatásain túl a nemi szervek véráramlásának javításán keresztül is fokozza a libidót, mind uraknál, mind hölgyeknél. Ha kiegyensúlyozódik a stressz, az jobb fókuszálást, jobb koncentrációt is jelent, javul a kitartásunk és az állóképességünk is, ami jobb szellemi és fizikai teljesítményt eredményezhet, például edzés, sportolás esetén vagy a tanulásban. Jellemző az ashwagandha szedés alatt az összpontosítókészség és a memória javulása. Ha kiegyensúlyozódik a kortizol, a stresszhormon szintje, azzal ugye az alvás minősége is javulhat. Mivel a stressz az egyik legerősebb immungyengítő, a stressz csökkentésén keresztül lényegében immunerősítő hatással is bír. Az ashwagandhát cukorbetegek is szedhetik, inzulin érzékenység növelő és inzulin termelődés fokozó hatásai is ismertek. Az ashwagandha hatóanyagai nagy eséllyel ki tudják egyensúlyozni a TSH szintet is, például ha magas, csökkenhet a hatására a TSH, ez ugye pajzsmiligy alulműködés esetén lehet hasznos. Ha ashwagandha készítményt választunk, mindig lényeges a hatóanyagoknak a mennyisége az adott készítményben, mert nagy eltérések is lehetnek. Az ashwagandha tea, vagy a sima ashwagandha por nem ugyanaz, mint a gyógynövények egy magasan koncentrált hatóanyagtartalmú változata, ami leginkább kapszulázott étrendkiegészítő formában kapható. Legalább napi 5 mg vitanolidot ajánlott bevinni, hogy hatékony eredményeket érjünk el az ashwagandhával. Javul az érvényesülése más adaptogének jelenlétében, például a rózsagyökér, az astragalus és a kisandra hatóanyagainak együttes szedésével. Az asvaraxban ezen adaptogének mellett segítik az ashwagandha érvényesülését a B-vitaminok, a maka, a ganoderma, az ázsiai gázló és az édesgyökér hatóanyaga is. Az ashwagandhát célszerű reggel és délután bevenni, azaz 2 vagy 3 alkalommal naponta. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az ashwagandháról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!